A Gárda utoljára március 12-én játszott éles meccset, majd a vírushelyzet miatt a bajnokságot felfüggesztették. Nem hirdettek kiesőt sem feljutót, így a marosmentiek sem emelhették a fejük fölé a bajnoknak járó trófeát. A fiúk otthon edzettek, próbálták magukat fitten tartani. Balán Róbert az együttes kapusa stábunknak elmondta, nagyon furcsa volt, hogy nem csapatcentrikusan edzettek, erőben és lélekben is sokat kivett belőlük. Én próbálkoztam otthon kisebb távú futásokkal, saját súlyos edzéssel, esetleg egy kis TRX-el, meg kettlebellel. Ezzel próbáltam úgymond formába tartani magamat, meg az étkezésre figyeltem oda nagyon, hogy nehogy a plusz kiló könnyen felszaladhassanak. A Makói KC egy hónappal ezelőtt kezdte meg felkészülését az őszi szezonra. Az erőléti és konditermi edzéseket augusztus végén a labdás játékok váltották fel, illetve edzőmérkőzéseket iktattak be, valamint Kiskumajsán egy tornán is részt vettek, melyet meg is nyertek. Miksi István vezetőedző úgy érzi, a hosszas kihagyás után a csapat jól összeállt. A cél az ugyanúgy a dobogó, nagyon sok csapat erősített, tehát mindig óvatosan vagyunk még így az elején. Ugye a csapat erőssége, ugye én úgy gondolom, hogy a maga az megmaradt, tehát az erősségünk az ugyanoda tehető, de ugye nagyon sok csapat NB1-ből, illetve NB1B-ből igazolt, sok rivális lesz, ugye a Pixeget kiesett, de ettől, hogy megerősödött a bajnokság, tehát egy nagyon nehéz dolgunk lesz, majd a bajnokságot, ha végig tudjuk játszani, akkor nyilván látszódni fog, hogy hol lesz a helyünk. Én úgy gondolom, hogy ez a dobogó mindenképpen cél. A marosmentiek keretéből távozott Bagdi Balázs és Kis András, a Pixegetből a makói Gémesben érkezett. Erdélyi Tibor is makóra igazolt, aki pályafutását Szegeden kezdte meg, majd a Balatonboglári Kézilabda Akadémia játékosa volt, de megfordult Törökszentmiklóson és Balassagyarmaton is. A csapat az nagyon jó, nagyon összeszokott csapat, nagyon szeretem én. Ugye, ahogy szegedi vagyok, meg itt játszottam több éven keresztül, így nagy a többséget ismerem, és tök jól fogadtak, és egy nagyon jó kis társaság ez a makói kézilabda csapat. A Makói KC az őszi szezonban 5-ször szerepel vendégként és 6-szor lép pályára az Erdélyi János városi sportcsarnokban. Most szombaton 18 órai kezdettel a Csongrád együttesét fogadják. Azonban a Magyar Kézilabda Szövetség által kidolgozott egészségügyi protokollt figyelembe véve a hazai felnőtt és utánpótlás mérkőzéseket zárt kapuk mögött rendezik meg. A hazai találkozókat a Makói Városi Televízió műsorában tekinthetik meg felvételről.